Hello, én egy bikinis lány vagyok, és semmi közöm ehhez a reklámhoz. Ez nem is az én hangom, egy csávó mondja alám a szöveget. Kevésbé csinos, mint én, viszont lefejlesztette a Matchbox appot, amivel nagyon fontos kérdésekre kaphattok választ. Melyik csatornán, milyen élő meccsek lesznek a héten a tévében? Töltsd le a Matchbox appot, és ne maradj le egy mérkőzésről se! Robben. És azt mondta, hogy szerinte nyer a Madrid, de... Három góllal alig. Sergio Ramos közben Robben esik nagyot. Touré mellett, ott a tiszta feje fejes, és be is fejeli! Higuain 19. gólja, azt nem tudom, hogy a legfontosabb, de az is lehet, hogy igen. Vezet a Real Madrid a 14. percben, rosszul váltottak a védők, Ramos olyan csúnyán néz a pálya felé, mint az ő csapata került volna hátrányba, közben meg nem. Pepita Higuain. Ott maradt az ötösön üresen, valód az égre néz. Ez nem biztos, hogy szerencse, bár nem tagadták a játékosok sem, hogy bár mentálisan és minden szempontból nagyon együtt van a csapat, sokszor szerencséjük is volt. Most maximum annyi a szerencse, hogy nem maradt ember Higuainra. Puyol körbenéz és érzi, hogy itt már baj lesz. És baj van katalán szempontból. Egy gyönyörű fejes, fölugrik és elhelyezi közép magasan. Nem volt ideje Valdeznek, hogy lereagálja. Metzelder fejelte, gyakorlatilag teljesen semleges zónába, ahova érkezett Abidal. Henry, Eto mutatja, hogy Messinek tovább, aztán Henry indul be, nem volt les, itt lemaradt Sergio Ramos, és Henry egyenlít. Védekezési hiba, Thierry Henry pedig meglövi a gólját. Ahogy ősszel a Nou Campban, úgy ezúttal is beveszi Casillas hálóját. 1-1 a 18. percben. Hát azt mondtam egyszerűen, hogy Ramosszal rengeteget gyakorolják a védekezési szisztémát, tehát a csapatvédekezés, nem is feltétlenül az egyénileg, hogy hogy kell megoldani, bár ugye ez hozzátartozik. Hát most itt legalább annyira nem sikerült megvalósítani. Ramosról válik le, Henry próbálja kiollózni a lebegőben repülve úszva a Ramos, de nem éri el a labdát. Innentől kezdve meg a francia gólvágónak igazán nem volt nehéz dolga. 1-1 minden kezdődhet előről. Az X-et vesszük alapul, és hát mi mást vennénk, annyi. Henrynak a 18. gólja ez. Ezzel befogta például Raúlt a spanyol góllövő is. Így csinál magának helyet. Xavi középre, van fejelés! Van gól! Carles Puyol! Ez nem semmi! Két perc alatt fordít a Barcelona a Bernabéu-on. Puyol, aki hibázott végső soron Higuain góljánál, hiszen méterekről nézte, hogy tisztán ugrik az argentin. Hát most jött, ugrott, ő is gólt fejelt. Idén az elsőt, hát hol, ha nem egy El Clásicón. Tökéletes, ezt nem lehetett védeni. Ezt csak úgy lehetett volna elhárítani, hogyha mondjuk Metzelder vagy valaki a fejére közül ugrik Puyollal, de látjuk, senki nem tette ezt. Most elalszik Gago. Cannavaro jön, és azon. Nem kicsit fogta meg a Madridot. Az első, meg rögtön rá a második bekapott gól. Aztán itt jöhet a harmadik, Messi zicserbe, Messi! 3-1 a Barcelonának. Hát ha mivel 36. perc, nem mondom, hogy eldőlt a meccs. De vagy magához tér a Real Madrid, vagy ebből még egy súlyos vereség is lehet. És úgy kapott 3 gólt Casillas, hogy védett 5-öt. Messi meg 22 gólos. Itt van a barcelonai 800, vagy 800 közül néhány. Úgy kezdődött, hogy Lassan a diárától elvették a labdát, és így végződött, hogy Messi elgurította a jobb alsóba. Tavaly itt 4-1 nyert a Real Madrid. Nézzük Robbent. Volt már egy hasonló az első fél időben, ugye csak... Ebből gól lett, abból nem. Sergio Ramos.
Visszajön a meccsbe a Real Madrid, újabb fejes gólt kapott a Barcelona. 2-3 az 56. percben. Nagy küzdő a Madrid, ezt már számtalanszor bizonyította, lehet, hogy ma is. Azért a védelem nagyon rosszul lépett ki, hiszen nem csak Ramos volt üresen, hanem ott van Higuain, és mögötte érkezik Metzelder, aki ugyancsak befejelhette volna. Xavi. Ramos integetett, Henry ment, és begorítja a labdát. Ha nem jelez a partjelző, akkor 4-2, már pedig nem jelzett, Henry megduplázott. Ramos mellől a második gólját lövi. Igaz, hogy kozmetikáz egy picit a képen, hogy az imént fejelt egy gólszerű Ramos összességében nem áll nyerésre, meg a csapata sem. Alig jön vissza a meccsbe, amikor ismét két gólé a különbség. Itt integet Ramos, de nincs igaza. Jön Casillas, de még volt annyi területe, helye, ideje Arénak, hogy elgurítsa elegánsan Casillas mellett, elemelje a labdát, áll és közelről nézi a meccset. Xavi forgat meg két védőt is. Messi! Ez már megalázó a Realba nézve. 5-2 a Barcelonának. Talán mégis jobban le kellett volna zárni Messit, meg kivenni a pakliból. Ez már nagyon csúnya. Nem az, hogy 23 gólos Messi, mert rászolgál, de... De a Real Madrid a két szerzett gólja ellenére ugye kapott 5-öt, és kaphatott volna még másik 4-et mondjuk minimum, ha csak az ígyszereket vesszük alapul. Ez egy újabb csiki-csuki. Messitől indult, bevette Xavit a buliba, aki egymásra mozgatta Cannavarót és Gágót egy fordulattal, és pazarul szolgálta ki Leo Messit. Casillas meg hihetetlenül magányos egy ilyen pillanatban. Azért sem károsztatom, hogy a rövidre kapta a labdát, mert kapjon el itt jobb oldalon. Ki van középen? Eto, és majdnem öngól Cannavaróról, de tovább pörök Piki, és ez is bemegy, minden összejön, szinte minden. Hát kérem, Piki a 6. rámolja be, ennyit még itt soha nem szerzett a Barcelona. És ez a 100. bajnoki gólja ebben az idényben a katalán csapatnak. Megsemmisítő vereséget mér a Real Madridre, Robben már oda sem mer nézni. És Casillas védett legalább 5-6-ot, ami gól helyzet volt, olyan, hogy gólt érő abszolút. Kívülről a Bernabeu 3-as hipszóra nagyon úgy tűnik. A 800-an azért maradnak. Szegény Raúl.